Sziasztok, Zó vagyok, üdvözöllek titeket itt, opa, ha nem hátba lőtt, mondottam milyen jó az a háttér itt, a szép fák. Szóval üdvözöllek titeket itt a Modern Skyblock 3 végigjátszás következő részében. Előző részekben magoztunk, tényleg meg is mutatom, hogy mert azért én azóta dolgoztam ám itt a két rész között, többek közt, tehát főleg bányázgattam. Ilyen koszosat, de nem égettem ki, viszont ezt is megcsináltam, gyerekek. Az egyik módosítás az, hogy hosszabb lett, egy kicsit arrébb tettem ezeket, az előző részben nem volt ilyen köztes hely, és hát rájöttem, hogy ez tényleg három, tehát a középtől képest három és háromra megy el, ezt a negyediket valahogy nem stabilan színezi, vagy öntözi. Így felépítettem ezt, de most nem fogom itt folytatni, valahogy elég volt. Ide is raktam az analizálót, szóval majd a magokkal folytatom. A questek miatt meg fogom csinálni ezeket a magokat szépen, viszont, ó, nézzétek, itt még van valami loot chest, ezt is kinyitjuk, ha már így az elején kaptunk egy loot chestet, aztán elmondom, hogy mit fogok majd csinálni. Block of Diamond. Right click to place, no. Ez meg mi? De ez valami más. Mert hogy így, ja meg chisel and bits, ja, de mi ez? Letom, ó. Oh. És akkor így le van téve. Ó, oh, kis csalóka. És ha felveszem, akkor, ó, oh, ez is folytatja, és valami... Hm? Oké, okay, kezdem összetörni, vagy... Oh. Opa. Ajaj, ez nem biztos, hogy így kellene lenni, hát ez szétesett, gyerekek, szétesett. Ez az a jó, mert így most már még több helyet foglal. Hát én ezt most kidobom, mert nem értek hozzá, és nem akarom, hogy itt sok helyet foglaljon, de viszont ami a mai részben fog történni, azért megyünk tovább, és itt gyakorlatilag már egy csomó minden megvan, le is hívjuk ezt, itt egy loot chest, ugye ilyen vector plate-et már csináltunk, még ha nem is tudtuk, hogy lesz ilyen quest, meg ilyen bag opener-t is csináltunk, na most legyen az első, és ilyen tüski, tehát ezt a kétféle tüskét is megcsináltuk, tehát hamar ezt a tüskéket megoldom, mi ez? Morb Skeleton Horse, opa, Zombie Horse, ha ezt eldobom, akkor lesz egy Skeleton Horse, várja? Azaz, el kell dobnom. Ez még jó jöhet valamire. Na, az érdekes. Mi a másik? Nebulont Heart, Enderman Drop. Akkor gondolom ez ilyen enderpörlöket ad. Jó van. Felmegyek a másik helyre, mert ott több minden rendelkezésre áll. Ott hamar megcsinálom ezeket a spike-okat. Hupp! Ugye, mint mondtam, már csináltam gold és diamondokat, de budat még nem. Hát ez sem annyira bonyolult. 1, 2, 3 kartocska, és kész is van a spike-ocska. Aztán van a stone spike, hát ez is akkor 1, 2, 3 kartocska, ez készen van a stone... Ja, várja. A compressed cobblestone, hát ott van compressed cobblestone, készen van a spike-ocska, meg is vagyunk. Ennyi volt. Hú, mindet lehúzom, mindet, aztán megnézzük, mik ezek. Na nézzük ezt a négy táskát, Thorn Rose. Biztos, hogy jó van. Miért nem adja a kezembe, hogyha ez elment? Ez nem lehet, hogy ilyen dájjá lehet alakítani? Vagy mire jó ez? Következő Lime Glow Panel, oké, tehát világítani tudunk. Na most a kezembe adta a következőt, Fancy Pattern. A világítás ez már nagyon jól fog menni, és Pitcher Plant. Na ezt nézzük meg. Ez érdekel, hogy mit lehet ezzel termelni. Pitcher plant cover, itt írja. Tehát ez infinite víz, tehát örök víz forrás. Vagy ha cauldron mellé teszed, akkor még azokat is folyamatosan töltél. Nem olyan rossz ez. Na jó, akkor már megnézzük ezt a Thorn Rose-t is, mert ezt se ismerem. Thorn Rose, arra kikapcsolom ezt a sárgát. Twilight Forest, Painting Machine, hát nem tudom mire jó, mert hogy kraftolásra nem lehet használni, ezek ilyen csak ilyen bóvlik, tehát ilyen színezőgép, és hogy a Herb a Plant Homecraft rá lehet, de csak ennyi. Szóval nincs sok értelme, mert nem látom értelmét. Viszont a küldetések között következő lehet ez az Automation Breaking Block Breaker. Tehát ami előtte van, a széttöri, és a mögötte lévő
inventory-be, chess-be teszi bele az eredményét. Hát ez igazából így most nem is tudom, miért kellene nekünk blockbreaker. Várjál, miért nem találom break? Nézzük meg még egyszer. Blockbreaker. Breaker. Ó, valamit elírtam. Ja, mert a break, igen, a féket írtam, nem a törőt. Aha. Szóval, breaker, blockbreaker, te vagy ez, random things, mi kell neked, ami hiányzik nekem? Egy egyszerű, néhány iron-t elbuktunk. De ez mondjuk kellhet még a jövőben, várja, írja is, hogy mit gondolom, hogy ugyanaz. Aha, ugyanazt írja. Szóval van ilyenünk. Oké. Okay. Biztos, hogy kell majd. Tehát jó lesz ez, de... Nézzük, mi a következő. Ez egy timer. Hát ilyet már én csináltam. Vagy nem ilyet csináltam, vagy csak gondoltam rá erősen, hogy kén... Na, meg rá kell klikkelni, hogy... Meg ott kell lenni az egér kurzornak, amikor írom. Aha. Ez, amit nem csináltam, mert arany óra kellett hozzá, és akkoriban nem voltam túl jó eleresztve aranyja. Most se tudom, mennyi van, de szerintem egy órányi azért csak van. És kész a timer. Hát aki nem ismerne ezt a timer, de nyissuk már ki ezt is. Rainbow Rune, azt én nem ismerem, de majd remélem egyszer valami Rainbow... Előbb még kék volt, nem? Hogy ez változtatja a színét? Tehát remélem egyszer majd egy quest elvisz oda, és akkor majd utána nézek. Szóval ez egy olyan timer, amiben szépen beírjuk, hogy mondjuk 20 tick, nem 2, mondjuk 10, jó alap 10. 10 tickenként adjon jelet, és mind a négy irányba ad jelet. Azt nem is lehet ezzel más csinálni, igaz? Shift? Ja, shift click-kel meg. Most elkezdtem itt cipelni. Szóval ez jó kis cucc. Ide lehetne tenni, mondjuk, hogy... Hát, figyeljetek. Bár nem jó annyira a time, de jó, igazad van, miért ne? Miért ne? Tehát ezt ide leteszem, beírom, hogy... Hát az a baj, hogyha nagyon keveset ír az ember, akkor meg... nagyon laggoltatni fog. Most 5-re van állítva is, nem is, úgy látszik 10 alá nem megy. 8. És a 10? Miért nem mész? Miért nem ugrálsz? Miért nem beatlocks? Csinálj valamit. Legyen 15? 15, done. Mert ha ide beteszek egy wood spike-ot, akkor nem is megy le. Nem kéne neked dolgozni, barátom? Várjál, lehet, hogy ez be van kapcsolva, aha, igen. Tehát, hogy itt mivel folyamatosan adta a jelet, ezért le is blokkolta, de ez milyen okos, hogy nem próbálkozott állandóan, de jó. Tehát 5 a minimum, ami 10 a minimum, és akkor így le tudom kapcsolni. Tök jó, gyerekek, itt van. Ha ne adj Isten, még ezt fogok dolgozni, akkor most már nem kell nekem klikkelgetni. Na, amiket még nem ismerek, ez a Crucible Inserter, Quick Dropper, ezek mik lehetnek? Hó, hát ez szuper dolog. Azt írja, hogy ezt a Crystal Shardot dobálja bele abba a Crucible-be. Emlékeztek ide? Nekem mindig kézzel kellett ezt a vizét beledobálni, és akkor vagy eltűnt, vagy nem. De hogyha ezt megcsinálja nekem, az tök jó. Crucible, ő az. Hát nem egy nagy kunst, Dropper. Az meg végképp nem egy nagy kunst. De akkor nézzük meg gyorsan, hogy ez milyen lesz, hogyha rátesszük. Na ide jövök. Tik. Aha. És akkor gondolom tegyünk pacs. Tegyünk bele egy néhány kristályt. Mondjuk mindjárt menjünk a legtöbbre. És akkor ez oda bele fogja dobálni. Ugye most tele van, tehát nincs mit beledobni, de ez tök jó. Ez hiányzott eddig, és kaptunk egyet, Soulender, hát meg mi a? Just hook it up to my veins. Hogy látszik, mivel, hogy ez virágföld kell neki, gyere, kiütöm. Valami kis emberkének tűnik, nem fáj ez neki? Na, mi van? Valami lag van, és akkor FPS a 100, izé. Ja, ha megnéztétek, amikor átmentem a videó elején megmutatni ezt a helyet, a másik helyet, ahol öntözőrendszer van, hát az már nem 100 FPS, ami ott van. Na, mi ez? Sik, tik. Nem tudom, valahogy achievementet elértem. Majd megnézzük ezt, hogyha csináljuk a botániát, mondjuk rákeret, generating flower, generating flower, most látom, tehát hogyha én ezt leteszem, akkor lesznek itt virágok.
botaniás virágok. Mondjuk lehet, hogy ez csak a füvön nő, de tök jó. Ott hagyjuk egy kicsit hátra. Na, a következő feladat egy quick dropper, és azt írja, hogy ez nagyon gyorsan dobál, és hogy ezzel a szerkezethez van, de nem lehet használni stone-nal, hát akkor gondolom csak ezzel lehet használni. Tehát ehelyett van, és a levert, hogyha rárakjuk, akkor elmet ezzel csak meg lehet állítani. Hát nézzük meg. Bár az a szerkezet nem olyan hatékony, tehát azért nem használom annyi. Mik kellene ehhez? Glowstone. Na, mivel megvan, hamar leklémelem. Még egy van, de ezt de most már akkor már upgrade-eljük ezeket a dolgokat. Ráteszem, akkor a kapcsolót is ráteszem, mert hogy akkor ezzel leállítani lehet. És ha kipróbálom, és beleteszek egy chestet, a tényleg elég hamar bedobta. Most nincs olyan, dehogy nincs olyan, amiből sokan nézd. Egész tekket bedobt, ez tényleg elég gyors. Jó, és ha bekapcsolom, és beteszem ezt, akkor ezt nem dobja le. Jól van, tehát körülbelül úgy működik, ahogy sejtettem, és végre valami. Igen, valaki írta ezt nekem, teljesen logikus, hogy ez water visszafele, tehát a víz visszafele. Nem tudom meg mindig mire jó, de Thornrolls megint van, szuper. Combustion Collector az utolsó, és azt írja, hogy ez arra jó, hogy összegyűjtse az elemeket, a recipe, tehát a, mi az? Recept alapján. Tehát amiket csinálunk, az az eredményt összegyűjti, és nem működik wooden vagy stone combustion heaterrel. Ugye ez itt stone, aha, tehát maga a combustion heater, ez nem, ami a frame-en belül van. Tehát itt, ugye ez a baj ezzel, ez a baj. Mi? 48%-os efficiency-e van, a fene egye meg, amíg itt 120, tehát sokkal jobban járunk vele. Ugye igazából a frame-mel van a baj, most nézegettem itt a frame-eket, tehát hogy ez a netherbrick frame, amit használunk, ez tök jó, mert a max húja, tehát a heat unit az 3000, viszont 40%-os efficiency. Ó, 740 manulin. Azért elég sok kell hozzá, tehát nem kettő. Az szerintem még, tehát várjál, hogy lehet itt manulin csinálni? A kobalt és ardite szokott kelleni hozzá. Kobalt és ardite, igen, csak hát az ott nincs a nedőrben. Pedig milyen szép lenne azért. Kobalt. Várjál, van rá ilyen kondenszeres dolog. Aha. Tehát glowstone és kobalt. Hát annak mi értelme van, hogy úgy tudok kobaltot csinálni, hogy kobalt kell. Várjál, glowstone és light blue dye. Azért az nem hangzik olyan drágának. Te gyerekek, lehet, hogy ez az új terv. Nézzük gyorsan, hogy ez 10,000%-os efficiency. Azt a mindenit. Igen, utána jön ez a 740-es. 1240. Tehát Oké, a 10,000-et az kell Nether Star meg Light Matter set. Szerintem az ilyen impossible. Oké. Nézzük a következő 1240 Refined Obsidian. Refined Obsidian az csak obsidian, nem? Meg valami rá van tolva ilyen mechanizmus cuccba. Itt a mechanizm, tehát obsidian, meg refined obsidian dust. Refined obsidian dust, az megint valami mekás cuccba, obsidian meg gyémánt. Tehát nem olyan vészes ez, barátaim, nem olyan vészes, és 3700 hu, meg 1240%-os. Tehát ez egy elég baba. Csináljuk meg, kerül, amibe kerül. Na, hogy csináljuk meg a Refined Obsidiant? Várja, mielőtt belemegyek, ezt még megcsinálom, Combustion Controller, csak azért, hogy ez már legyen meg, és akkor mondhatsak, hogy valamit haladtam ebben a részben. Aztán elkezdünk álmodozni, nem biztos, hogy be tudom fejezni azt. Hát ez nem olyan vészes. Várja, nincs véletlen, hogy hopper nincsen, persze, hogy nincs. Na, egy kis craftolgatás után megvan ez, de ezt hova kell tenni vajon? Lehet, hogy alá? Mondjuk szerintem logikus lenne alá tenni. Na, várj, először mellé teszem.
Nem tudom miért. Az, hogy megnézem, hogy mi van benne, azt utána alá teszem. Szerintem ezt így alá kell tenni. És én ezt fogom átalakítani. Ja, ez egy világító glóból, tök jó. Én ezt fogom átalakítani, hogyha a frame-et szóval a frame-et le akarom cserélni erre a refined valamire. Ahhoz meg kell nekem, mi is kellett, refined obsidianhoz kettő gép kellett, ugye? Vagy egy gép kell kétszer? Na nézzük. Kell az osmium kompresszor, én biztos, hogy meg lesz el, meg metallurgic infuser. A metallurgic infuser az biztos, hogy sok kell, tehát az... Már megint mit nyomtam? Ja, igen. Metallurgic... egy tével van? Metallurgic... Na, csak megtaláltam. Nem tűnik ez olyan vészesnek. Energiát még nem tudom, honnan szerzünk. Azt még nem tudom, mert az is kell. Várja, oszmium. Miért nincsen nekem oszmiumom? Mert azt ja, már emlékszem, hogy az ilyen elég nehéz volt. Ja, mert hogy ezt nem tudom bányászni. Nézzünk csak körül. Ezt, azt hiszem, hogy ez nem volt. Nem volt a bányában, de azért mindjárt körbe nézek ezek a koszosokon. Indok a döpödöpödö. Hát mondjuk ilyen kékek lehetnek. Diamond, persze. Mennyi gyémántom van? Egyszer hat, na 97 gyémánt. Mondom, egy kicsit ütögettem. Len, de oszmium sajnos nincs. Na hát igen, az csak így robbangatni lehet majd. És akkor nekünk meg kell a jó pár. Most egy tizen sok oszmium kell. Hát oszmium ór is jó lenne, hogyha lenne ilyen minerünk. Meg lézer, meg minden. De nem. Tehát akkor a legegyszerűbb az clay és glowstone. Rengeteg glowstone kell. Tehát akkor egy jó, stabil glowstone forrás kellene. Hát ugye le tudom darálni meg... Hát most erre az Astral Sorcery-be nem akarok beleugrani. Hát ha van ennél egy... De ez egy elég vonzó megoldásnak tűnik így elsőre. Nézzük, ez meg ugye... Hát ez se annyira vészes. Most már elég jól tudunk. A blaze powderünk... Azt tudunk hozni, meg redstone-unk van. Ajaj, jött valami gyors, gyere. Oh, oké, egyszer csak itt termet. Most azon gondolkozok, hogy ezeket átpakoltuk ide, de igazából itt talán jobb lenne, mert hogy ez jóval hatékonyabb, miért ezzel dolgozzunk, amikor ez nem olyan hatékony, tehát kevesebbet fog adni. Nem baj, itt minden itt van. Nézzük, az mi van akkor, azt mondjuk ennek, hogy csak beledobáljuk, jó, ezt kikapcsoljuk, és ezt is így beledobjuk, oké, és akkor nyomunk. Van energiája, tehát akkor miért nem robban? Lehet, hogy ebből pont annyi kell, amennyi kell. Aha. Hát abban reménykedtem, hogy ez az lesz olyan okos, hogyha többet teszek bele, akkor... Mert még az lehet, hogy... egésszel bosszatónak kell lennie, tehát hogy beleteszek két adagot, akkor nem, gyerekek, ha több van benne, akkor nem hajlandó, az kár. És várjál, nézzük csak, beteszem ezeket, nyomok egy kombot, várjál, szedjük csak ki. Ja, elfogyott az energy. Nem, én azt nézem, hogy én nem éreztem, hogy ez így nagyon gyűjtene a gyűjtő. Nézzük csak még egyszer. Tehát ez most beraktam, az ott van. Hozok gyorsan egy kis fát. Út, hol vagy? Szóval beteszem direkt messziről a fát, és megnyomom. Oké, nagy nehezen felrobbant, de nincs ott bent. Meg nálam sincs. De mit kollektor ez a kollektor? Ne szívass el, nem is működik. Na várja, itt kell kiütnöm, mert le fog esni. Ah. Mi ennek az esélye, hogy nem hozzám jött, de nem is esett le. Üte. Jó, mi van akkor, hogyha ennek egy falnak kell lenni? Akkor próbáljuk meg itt. Mert hogy miért is ne? Ez most átalakították kővé. Hát nem illik a többihez, de mi, hogyha lehet ez egy fal is? És akkor ide beteszünk 1-2-H4 ilyet, 1-2 ilyet, ezt bekapcsoljuk. Jó, mondjuk azért ez így lassú. Most tűnt el, oké, bum.
Ja, nem megy és megy el a hő, tehát ez így nem kollektor. Mármint, hogy ez így nem jó. Na és ha a sarokban van, most ledobálta. Na mi van itt? A hő már nem veszik el, de nem robban. Pedig benn volt, nem? Na, próba sokadik. Megint megvárjuk, míg bedobálja. Jó. Amikor elkezd úgy máshogy klikkelni, így, akkor már bent van, és most. Jó, mi van, hogyha ezzel van a baj? Most? Nem. Elrontottam, gyerekek. Én elrontottam ezt. Na, most viszek egy kis kábelt, mert az lehet, hogy itt az a baj, hogy gyertek ki, nem barátaim. Hogy ott kábelnek kell lennie, és ugye ez a kő, vagy ez a pikex meg mindent kiégett rögtön. Sajnos. Most azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos. Na, még egyszer. Na, most betöltötte. Ja. Szerintem ez nincs elég. Nem ez volt a glowstonehoz, kellett valami több, azért itt hiába is próbálom. Áó. Igen, 1700 heat unit kell, és meg 1500 van. Jó, oké, lassan emlékszem. Tehát ez a megoldás viszont innen nem szedte szét, sőt, hogyha ezt a ide oldalra betettem, akkor meg az volt a baj, hogy engedte ki a hőt. Tehát ez nem tudom, hogy kell mű használni, nincs leírva. Ott nincsen, itt meg azt írja, hogy hát igen, képimel. Csak azt írja, hogy automatikusan gyűjti a kollektor combustion recipe outputokat, tehát ezeknek a kimenetét. Nem lehet stone, de ez ott ben iron, és nem stone, nem is wood, működnie kellene. De aztán lehet, hogy így mondjuk így kell tenni. Jó, ezt meg kipróbáljuk. Na, most figyelj, van, benne van, nincs benne. Na, oké. Utolsó próba, ezt kinyitom, és hamar beteszem, mielőtt még a hő kiszökne. Na, most szökik a hő. Érdekes, hogy itt nem szökik a hő, ha ezt beteszem. Aha, tehát itt, mintha elfogadná. Jó. Egy, két, három, négy. Nézzük most. Hát ez nem volt túl nagy robbanás. Ja, mert hogy ez nem ment bele a kettő, csak a négy, pedig hitte ráklikkeltem. Oké, na akkor most. Jó. És ott van, na, én arra rájövök, hogy kell ezt használni. Király, csak most a gomb az rossz helyen van. Na, amúgy így egy kicsit egyszerűbb, csak bedobom azt, és várjál, nem hagytam neki időt feltöltődni, azért így most már többet szabál. Bam. Na, van 60 glóztalom, szerintem az elég lesz, és akkor a következő lépés, hogy az ugye egy ilyen, nem obszidián, ozmium kell, és ahhoz ilyen ozmium alchemy ore dust kell, amihez még clay. Ez olyan bonyolult, azt tudom, már el is felejtettem, hogy kell csinálni. Mármint nem ezt, mert ez pont. Ja nem, pont 30, pont így meg lesz. Na tehát, hogy ez hogy is van, hogy ebbe ilyen secundus van most, de lehetne benne tenni tercius. Nem, azt kéne használni, mert nem is emlékszem, mennyire bonyolult azt csinálni. Na, mindegy, használjuk így, és ez elkezdi tolni az osmium ordasztokat. Orba, szájba, és amikor ezek megvannak, akkor kell ide beletenni. Igaz, hogy így. Szépen ide lenyomja az ozmi. Ó, már volt is pár, már is felejtettem, hogy múltkor azt csináltam. És akkor, ha ez jól működik, akkor ez is szépen elkezd fogyni, ahogy itt a szmötyik lefogynak szépen. Ugye az korábbi részeket nem látta, akkor ez a Secundus Alchemic Dust, ebből van tercius, és az gyorsabban készíti ezt a alkémiás port, mondjuk így, meg többet, nem össze gyorsabbat, többet, a nagyobb az nem 175%, hanem több, és hogy ez meg ebből a porból csinálja az ingotot. Ehhez kell ilyen spéci löty, amilyen, mi ez, kristály sardból megy, szépen ott megolvad. Igen, ezt is lehet gyorsítani, mert azt hiszem, hogy a fáki az a leglassabb, de még a láva is gyorsabb ennél. Nem is tudom már melyik van valami hit, várjál, hogy a torcsnál kírja.
Nem írja ki, hogy mennyi a... Csak az, hogy a burn time 400, meg EMC, de nem írja, hogy mennyi heatet generál, mert biztos, hogy még a call block is tudtom, majd csinál valami heatet, de itt is csak az időt írja, azt nem, hogy mennyit hőt generál. A láva az tudja, hogy jobb lenne, és az még nem is olyan drága. De nem tudjuk, mennyivel jobb. Egyelőre ez így jó, nem használom olyan sűrűn, nem akarok maximalista lenni, viszont kicsit többre reménykedtem. Ja, mit még ez dolgozik? Ja, jó van, tehát akkor lesz ózmium, na az jó. Kellett egy ózmium ide belőle, hogy meglegyen a Metallurgic Infuser. Jó, és mi volt a másik kép, ami meg Refined Obsidian csinál? Refined. Ez meg az ózmium kompresszor. Na, hogy készül az ózmium tömörítő, ózmium komp... Ó, ebből úgy kevés dolog van benne. Szóval, hogy ez kell ahhoz, amit most elkészítettünk, az a gép, az a infuser, vagy mi a franc, és akkor ezeket is abból lehet. Tehát elmeteg ezt meg tudjuk csinálni, stílünk van. Jó. Ha más nem, akkor ez meg lesz. Jó, enriched alloy. Oké, egy problémánk van. Energy. Ez itt, ja, ez egy daráló. Hol van az energiakészítésünk? Itt van egy coal generator. Te várjál. Én csináltam egy metallurgic infusert. Igen, már rémlik valami, hogy valamiért csináltam. Igen. Azért, mert hogy pont ilyen kis frincfrancokat csináltam, ezeket a kis pirosakat. Na nem baj, tehát még egyszer nézzük, hogy mik ez, valami alloy. Lehet, hogy még van is pár, nincs is pár. Jól van. Tehát akkor azokat hamar összedobom. Azt tudom, hogy az iron kell még. Van 6 egész ironom. A szuper. Akkor lehet, hogy avval is kell foglalkozni, mert akkor szépen a redstone benyomja az ironba, és kész lesz ez a kis piros pötty. Iron. Azt hiszem iron, a vas az itt sincs. Ja, ebből a craftból csinál 821 van, de azt hiszem, hogy valami 0,1% az esélye, hogy dobjon, tehát most nem használom el az energiát arra, hogy azzal próbálkozok, hogy sok százat ledarálok. Nem baj, mond nekem valami jót. 7. Hát nem vagy gyors, nem vagy gyors. Körülbelül egyet csinál egyből, ha jól számolom. És de hangos vagy. Van nekünk már 4 ilyen allójunk. Oké. Ebből ugye egyet tovább is kell mennünk majd, viszont ezt ki kell szedni. Pont elhasználjuk mindent. Elmegyek Ironér. Azért nevezzetek engem Maradinak, de mégiscsak jó egy kicsit bányászni néha. Ezek már jó, beütöttem magamat arrafele. Szóval jó egy kicsit bányászgatni itt, és talán... Opa. Ja, az ott nem iron, az ott fehér. Jajaj, hallok én itt mindent. Jó, itt van a torcsom. És itt egy kis iron szer. Oda néz, jó kis, ó, valaki lő. Jó kis izéje, mi ez a... Te lelőjél most, téged akarlak. Ki vagy? Ott vagy, nézd, elbújt. Jó. Most annyira nem akarok vele... Ó, gyémánt! Nézzétek, ott van. Ott van, ehhez az a világító kalapács kell. Boing! Gyere papához, jó? Te meg ne lövöldözzél. Ó, lejöttél, szuper, itt a fénykard. Fúgy! Hogy ez nem lézerkard, valaki beszólt, hogy az nem lézerkard, fénykard. Igaza van, de ott vannak az ironok, gyerekek. Ez... Nem tudom, miért hagytam itt ennyit. Ugye múltkor csak ezeket a köveket ütögettem, mert hogy ami ezek a dirty dolgokat kerestem, de látjátok, hogy megütöm, akkor ez rengeteg lesz, aztán mindjárt jó is, hogy nálam van ez a szuper jó kis dolog, mert hogy ezzel, mondom, mert hogy ezzel haza tudom küldeni. Na hát ez az én szerencsenapom, hogy ennyi vasat találok, pont amikor vasért jöttem. Oda néz, ott fenn is van, csak oda fel kéne valahogy ugrálni innen. Ó, gyere papa! Gyere papához, téged is kétlek, hát ha maradt ott vas. Na, itt vala, oda néz, ott is van. Hát ez,
Ez eszméletlen. Jó, mennyi vasam van? 32. Lehet, hogy ennyi már. Elég is lesz. Ott, oda, oda is. Na, de ezt a részt itt most befejezem. Hú, Longstar is épp kilépett. Én is akkor elköszönök tőletek, mert most inkább rövidebb részeket akarok most már tényleg. Találkozunk legközelebb, addig is. Sziasztok! És akkor már lesz Osmium. Refine Obsidian megcsináljuk. Pá, pá.